Másik nagyon fontos dolog a paradicsom termesztéshez, a baromfi. Ő egy 3 éves pipike, szabadban él, fönnalszik fán, csak tojni jár be egy helyre, de oda nem kakil, tehát nem kell nagyon az ólat takarítani, mert ők oda nem kakilnak, ahova tojnak. Jó a tollazata, mínusz 23 fokban is gyönyörűen el van. Kotlik, és akkor lesznek kis csibé. És ezek a pici csibék vannak beengedve az ágyásba, és amikor ők ott összeszedik a hangyákat, nagyon nagy hasznot hajtanak, mert nem tetvesedik be a növényzet. 40 darab ilyen kis csibém itt kószál a kertben. Most pillanatnyilag ők már ki vannak zárva a paradicsomból, mert ilyenkor már annyira tudnak kaparászni, hogy a lábukkal megsértik a növény gyökerét. Kell egy jó kakas, aki megvédi az állományt, hát ő éppen egy harc után van, jól össze van harabdálva, hát a nyaka, lába lesántult. Egy kutyatámadást akadályozott meg, besegített neki az én kutyám is, de annak a torkát átharapták, kétszer kellett vinnem állatorvoshoz műtétre. Ezek szabadban porfürdőznek, és akkor rendbe teszik a tollukat, itt a homokba fetrengenek, és úgy rakják magukat rendbe. Egy olyan 10 darab tyúkot érdemes tartani, azok kotlanak is, és akkor mindig van kis csibe, meg a családnak megfelelő mennyiségű tojás. És akkor ezek a csibék, amikor ilyen kótlós alatt vannak annyira picik, ezek bent vannak a paradicsom hálón belül, abban elkerített részbe, és akkor ők a hangyákat összeszedik. A hangya okos, észreveszi, hogy őt állandóan elkapkodják, vagy jön ki a lukból, akkor elköltöznek. Úgyhogy gyakorlatilag nincs is hangya ott benne az ágyáson belül. Ami még fontos dolog, ez a szép katáng, ez ilyenkor kinyílik, aztán napközben becsukja a virágát. És ezek a növények fedezékek, tehát ilyen, ezek a héja, meg nem tudom milyen madarak, sólyom vagy akármi, elkapkodnák a csibéket, de azért kell, hogy mindenhol legyen valami növény, mert a kakas elkezd hurrogni, amikor észrevesz, hogy az égen valami ragadozó van, és akkor a csibék rögtön be tudnak szaladni valami fedezékbe. A paradicsomból 3 fajtát ültettem, az egyik az a fürtös, amit a boltban is árulnak, a másik az egy nem nagyra növő, de bőven termő, ilyen tojás méretűre nő meg. Ez a fajta, ez koraérő, ez bokros, nem magasra nő. Ez a fürtös, ez föl lesz teljesen futtatva a bambuszra feltett kötelekre. És van egy harmadik fajta, ez pedig a körülbelül kilós, fél kilós nagyságú paradicsom, nem savas, nem ég az ember gyomra, tehát ez kitűnő befőzésre. Erről nyáron nem eszünk, ez késő őszre fog csak beérni. És hát így a 3 fajta paradicsommal tudom elérni azt, hogy folyamatosan tudunk enni paradicsomot, meg be is tudunk főzni. Az a tök véletlenül kelt ki, nem is tudom miért fog teremni, vagy egyáltalán töke, vagy cukkini, még nem tudom, de inkább tök. És hát itt látható, hogy lóg egy-két sörös doboz. Ez amiatt van, mert a pockok, vakondok, stb. Ezt a trágyás almot nagyon szeretik, és hogyha fúj a szél, a legjobban szól a soproni ipa egyébként, sokféle dobozt kipróbáltam, de ennek a legjobb a hangja. És ez a vascső levezeti a hangot, és ettől elriadnak ezek a pockok. Most 3. éve csinálom ezt a sörös dobozos védekezést, és teljesen bevált. Nincs permetezőgépem, semmiféle vegyszert nem használok. Ezek ellen a pockok ellen sincs gondom. A hangyákat ugye összeszedik a csibék, akkor ugye nem viszi föl a tetűt. Katica szereti azt a árvacsalánt, ezt a kék virágot, a méhecskék is, be is vannak jól porozva a növények, és a tetűt, ami a paradicsom szárán szokott lenni, az a fekete tetű, azt megleszik a katicák. Nyáron, mikor jön az a poloska, akkor viszont a kapor nyújt védekezést, kapor virágát szeretik ezek a zöld poloskák, és akkor egy helyre oda gyűlnek 100-an egy virágra, és egy vödör fölött megrázza az ember a kaporvirágot, belepotyognak a vízbe, azt meg megeszik a tyúkok örömmel. Ugye a tyúkokat már ilyenkor nem engedem be, mert a paradicsom tövét kapirgálnák, és akkor megsértik a növényzetet. Néha van egy-egy széllökés, és akkor lehet hallani, hogy így kolompolnak egyet a dobozok, mint most is. Nem is kell több, tehát
így napközben folyamatosan adja ezeket a hangokat, így elszórtan, rendezetlenül. Ezt valamiért nem szeretik ezek a föld alatt lakó állatkák. Hát nem kell gazolni. Az öntözésnek a vize nagyon hosszú ideig megmarad, amikor süt a nap, nem forrósodik föl a talaj, ezáltal nem gombásodnak a levelek. Tehát gomba miatt se kell nagyon permetezni. A forró talajtól égnek meg az alsó levelek, és valahogy ott a gomba akkor jobban el tud szaporodni, és akkor végigfut a növényen és tönkreteszi. Itt is előfordul egy-két ilyen gombás levél, azt egész egyszerűen csak fogom letépem. Mint mondjuk most ezt. Látszik rajta, hogy elkezdődött, ez is egy ilyen alsó levél. Ez a gomba, ez az egyetlen ellenség a paradicsomnak, de nem permetezek. Ezt a pár levelet letépem, aztán kész, ennyi. Jó az immunrendszer a növénynek, akkor még saját maga is ledobja az ilyen leveleket. Úgyhogy tavaly nem is szedtem le az alsó hajtásokat. Jobb volt a mulcsom, frissebb volt, aztán nem volt semmi baj a betegsége. 2-3 hétre itt hagytam a kertet, mire hazajöttem Balatonról, nem lett semmi baj. Tehát azért fő nyári időszakban, az aszályba, az ember 3 hétig ott hagyja a növényeket, akkor tönkre mennének öntözés nélkül, ez pedig kibírta a mulcsba, úgyhogy hát a helyigény az ilyen 3 méterszel 8 méteren 4 ilyen ágyást el lehet helyezni, nekem 3 van. A kialakítása össze-vissza van, tehát nem olyan szép geometrikus, meg mit tudom én, ezek úgy sorba egyiket a másik után, ahogy csináltam, semmi tervszerűség. Minden esetre ebből a 3 ágyásból paradicsom szükséglet megvan. Hogyha még csinál pár ágyást valaki, akkor lehetnek különböző zöldségei, egyebek, tehát nem túl nagy kerttel el lehet látni a családot teljes mértékben. És a kis csibéknek jó, mert ez körbekerítve egy védelmet ad, a kotlós el van velük napközben. Azt korábbi filmben mutattam, egy ilyen méterszer méteres drótos ilyen helyet csináltam, aminek van teteje, és akkor az alatt van a kotlós, kis csibék kibe mászkálhatnak, és akkor a kotlóshoz odabújhatnak, ha akarnak, de a kotlós nem tud kijönni, és akkor nem bántja a növényzetet. A kis csibék meg még eleinte nem kapirgálnak annyira, csak összeszedik a csigákat meg a bogarakat. Itt a fő ellenség a mesztelen csiga, amit hát ugye a tyúkok jól összeszednek. Aztán egy idő után el is tűnnek, mert nem tudnak szaporodni, mindig megeszik őket hajnalba, hogy lejönnek a fáról. Ugye ezek a tyúkok fán alszanak, nem olban, akkor kelnek, amikor akarnak, tehát ezek kora hajnalban, a napfelkeltekor már harmadba szedik össze a különböző csigákat, egyebeket, úgyhogy fán mínusz 23 fokban télen is fönn vannak, és semmi bajuk. Ezek így szabadon élő, boldog baromfik. 3 generáció van, vannak egész kicsik, vannak ilyen közepesek, meg vannak az öreg tyúkok. Úgyhogy mindenki boldogan el van. Itt van egy kis kakas, aki lehet, hogy a következő kakas lesz. Szia! Szia, király, gyere ide! Király, gyere! Na gyere, ne félj a telefontól! Jól van, gyere, ne félj, gyere, gyere! Szia! Szia! Amikor nálad kelnek ki a csibék, kezedbe veszed őket egynapos koruktól, akkor úgy megszokják a közelségedet, idegenek elől elbújnak, de veled szemben viszont teljesen szelidek tudnak lenni, úgyhogy ezért fontos, hogy ne keltetőgép legyen, hanem kotlós legyen. Vigyázz a kicsikre, macska egyéb nem tudja bántani, mert a kotlós megharcol vele, úgyhogy nagyon nagy divat mostanában a keltetés, de ezek kotlanak. A keltetőgépbe kikeltett állatok nem annyira kotyulnak el. Az enyémekből a 10 kotlósból 4, tehát 10 tyúkból 4 kotyult, úgyhogy 15-20 tojást, 13-at, mikor mennyit lehet alájuk tenni. Úgyhogy a szaporulat megvan, és akkor a 10 tyúk az egy év közben bőven ellát téged tojása. Egyébként 15-18 darabról szokott lecsökkenni a számuk, mert a kutyatámadások, egyebek nem a róka, vagy a menyét, vagy a görény a probléma a falun, hanem a pitbullok. Tehát ugye kiköltöznek városból, és akkor letérköveznek, kivágnak mindent. Túlja van, meg pitbull. Szomszédomat is telket megvették.
itt 10 éve zavartalanul nőtt a mindenféle fa, rengeteg madár volt, most semmi nincs, teljesen síkba, egyenesbe, buldózerekkel letarolták. Hát itt is ugyanez lesz, térkő múrva, klíma, napvédő, ilyen vitorlák, de a diófának az ágait tegnap levágták, ami átlóg, nem kell nekik az árnyék, meg a dió se. Hát ez van. Azért a kakasok majd reggel fújják az ébresztőt, azért meg majd mennek a jegyzőhöz panaszkodni, hogy mi ez a kukorékolás, de hát akkor ne jöjjön valaki falura, hogyha a bégetést vagy a kukorékolást nem bírja elviselni. Érdemes kiköltözni, tartani egészséges állatokat. Hogyha olyan vitalitású húst teszik meg valaki, ami lépni alig tudó csirke, akkor akik ilyet esznek, azok is lépni alig tudnak majd. Ha pedig egészséges állathúsát teszi meg valaki frissen levágva, nincsenek benne stresszhormonok egy vágáskor, egy pillanat alatt elvégződik a művelet, és nem, nincs megijedve, nincs szállítva napokig. Én jártam, hogy kutya megtámadta az egyik baromfimat, levágtam, hogy az én kutyámnak odaadom, már a vattól megszaggatottat, ugye mi nem esszük meg, de kutyának még jó volt, és nem folyt ki a vére, besűrűsödött. Tehát egy ilyen szállított tyúk, amikor elviszik valahova ilyen teherautón levágni, hiába van a vágóhidon kivéreztetve, úgymond, nem folyik ki a vére, mert be van sűrűsödve a stressz miatt. És a csirke combot, hogy megveszitek, ott van a csont mellett a vér. És akkor ez nem azért van, mert a vágóid nem jól dolgozott, hanem ki se folyik a vére, mert be van sűrűsödve. Amikor pedig így hirtelen éri a dolog, hogy levágják, azt egy másodperc alatt megtörténik, ő rá se jön, hogy mi történt. Hát humánusabb dolog. De van, aki nem eszik húst, én azt mondom, hogy azzal is egyetértek, de ha eszünk, akkor én szerintem ne legyünk képmutatók. Akkor le kell vágni az állatot, és normálisan tartani, és hát meg lehet köszönni az állatnak a addigi szolgálatait. Az Avatar film tetszett nagyon, ahogy bántak abban a mesefilmben az állattal, amikor megölték előtte, megköszöntek neki egy-két dolgot. Én azt gondolom, hogy van mit megköszönni, úgyhogy hát, ha jobb égővön laknánk, februárban itt már csak káposzta van. Tehát egy indiai vagy egy szingaléz, az egész, vagy Vietnámba lehet enni, egész télen jó zöldségek vannak. Ott lehet, hogy megcsinálná az ember, hogy nem eszik hús, de magyarországi kontinentális szakaszon itt bizony eszünk húst is azért jobbára. És akkor majd ősszel ezt a múlcsot rakom be frissíteni, addig meg ebbe bogár nem marad, itt átválogatják a csirkék, tehát ilyen, hogy lótető, vagy valami, az képtelenség, hogy megmaradjon, mert ezek mindent kizabálnak belőle, úgyhogy ez át lesz forgatva, addigra kétszer is átkapirgálják. Hát egyébként szeretik, tehát így a lótrágyában a ló az nem emészt meg mindent, úgyhogy sok minden bennmarad. Aztán érdekes módon az emésztésüknek jót tesz, valami reszegetnek abból is. Tehát nem csak csipegetik, hanem valamit megesznek a lótrágyából is, mert van benne valami anyag, ami nekik az emésztésüknek jót tesz. Most mindenki ide jön, mert valami érdekes van itt, ugye. És hát ilyen szép sárga magyar tyúkokat óváron lehet venni, most a magyar óváron. A tollazatuk kezdetben, ne ijedjetek meg, le van teljesen jöve, de az egy fél év alatt kinő. Tehát ott ilyen zártan vannak csarnokban, meg mit tudom én, de ezek egészséges állatok, aztán hamar rendbe jönnek. És akkor ők kotlanak, következő generáció az meg már teljesen tip-top. Ezek 3 éves kotlós, szépen mindig április-májusban ők nevelnek kis csibéket, meg tojnak is egész évben, úgyhogy jó állatok!